Az ország szinte minden tájáról, többek között Egerből, Ceglédről, Szegedről, Kecskemétről és Mezőtúról is érkeztek versenyzők a Szekszárdi Garai János gimnáziumba. Ugyanis idén 13. alkalommal rendezték meg a Lázár Ervin országos anyanyelvi versenyt, amit egyébként 2009-ben indítottak útjára. A megmérettetésen az iskola igazgatója is köszöntötte a diákokat. Amikor 14 évvel ezelőtt valamikor megálmodtuk ezt a versenyt itt közösen a Magyar Munka közösség, nem gondoltuk, hogy ekkora sikere lesz majd, hiszen mi csak arra törekedtünk, hogy itt a sok, én azt szoktam mindig mondani, rigorózus, nagyon szabálykövető magyar nyelvi versenyek mellett is jó lenne egy kicsit lazább, élményszerűbb, ötletesebb, tényleg a kreativitáson alapuló nyelvi versenyt szerveznünk. És hogy ekkora sikere lesz, akkor arra még nem gondoltunk, hiszen az idei évben is jó néhány gimnázium, ha jól emlékszem, több mint 30-an neveztetek hozzánk is, és nem volt könnyű kiválasztani a legjobb 10-et, akik most legnagyobb örömünkre valamennyien itt vagytok, és nagyon sok szeretettel köszöntünk itt benneteket, és hát azt kívánom a szervező gimnázium nevében, hogy valamennyien legyetek nyertesek, abban nyilván, hogy tudásban is sokat gyarapodtatok, készségekben gyarapodtatok, és hát megismertetek egy új régiót, egy új települést is, mert ahogy néztem, az ország különböző részéről vagytok itt. Én kívánom azt, hogy sikerüljen egy kicsit az Szekszárdot is megismerni, legyen idő a szekszárdiakra is egy icipicit, a szervezők mindig gondoskodnak is erről. 14 évvel ezelőtt egy olyan versenyt szerettek volna útjára indítani, ami játékos kreativitást és egyben csapatmunkát is igényel. Azt tapasztaljuk most már sok éve, hogy minden évben tényleg nagy az érdeklődés, idén is több mint 30 csapat nevezett a versenyünkre, és hát lehetőleg távolabbi helyekről, például Borsodból, Heves megyéből érkeztek csapatok, többedik éve vannak itt, és hát most is néhány csapat, akikkel így beszélgettem, 4:45-kor indultak, és nagyon várták a döntőt, úgyhogy örülünk neki. A döntőbe 10 csapatot hívtunk, 3 fősek ezek a csapatok, és ez most már a második forduló, amelyben össze fogják mérni majd a tudásukat a diákok. Az igazgató helyettes elmondta, több szempontból is fontos az irodalmi nevelés. Ez én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép feladat. Egyrészt az, hogy szöveget alkotnak, és az általuk megalkotott szöveget elő is adják. Én úgy gondolom, hogy ez nem csak az irodalom területén és az anyanyelv területén, hanem az élet minden területén nagyon-nagyon hasznos kompetencia, amit, hogyha mondjuk egy anyanyelvi versenyen keresztül tudunk fejleszteni, és erre motiválni a gyerekeket, akkor ennek az élet más területén is a későbbiekben nagy hasznát fogják tenni. A verseny legfőbb célja, hogy a diákok kreatívan nyúljanak az anyanyelvhez. A legjobb 10 csapatot egy előzetes feladat alapján választották ki. Itt Petőfi életművéből választott vershez kellett, szabadon választott vershez kellett a diákoknak szövegtárgyat készíteni, mert a versenynek az egyik célja mindig az, hogy kreatívan nyúljunk hozzá az anyanyelvhez. Itt is ez volt a célunk, és ezt még kiegészítette egy gyűjtő munka, amelyben pedig alakzatokat kellett Petőfi költészetéből gyűjteniük, és a két feladatnak az együttes eredményéből rajzolódott ki ez az eredmény, hogy 10 legjobb csapat mérheti össze most itt a kreativitását a mai napon. Az első feladatuk a szövegtárgyhoz kapcsolódik, a másik csapat által készített szövegtárgyhoz kell Petőfi stílusában verset írniuk, amelyben érvelő szöveget formálnak meg a János Vitéz egyik jelenetével kapcsolatosan. Majd a második feladatban egy kincskereső kódfejtős játékot fognak egy videó alapján megoldani, szintén Petőfi életművéhez kapcsolódóan, és aki sikeresen megfejti a kódot, az megkaphatja a harmadik feladatot, ami egy stílus paródia stílus gyakorlat lesz a Helység kalapácsa című műhöz kapcsolódóan, úgyhogy kreatív írás itt ennek a lényege. Megpróbáltuk változatosan szállítani a feladatokat, úgyhogy elnyerje a diákoknak az érdeklődését, tetszését, és hogy jól is érezzék magukat közben. A zsűri legfontosabb szempontjai között a kreativitás szerepelt. Előadásmód, mert itt a verset például elő is kell adniuk, illetve a stílus gyakorlatnál is, amit írnak, elő kell majd adniuk. Ezt mindig
figyeljük, emellett a nyelvhelyességet természetesen, illetve mivel minden évben valamilyen évfordulós költőhöz, íróhoz kapcsolódunk, akkor az ő stílusához való alkalmazkodást, itt például Petőfi stílusában kell ugye verset írniuk, akkor nézzük a verselést, a rímelést, a szóhasználatot, ami az adott költőre jellemző. Megpróbálunk máshogy közelíteni az anyanyelvhez, tehát nem lexikai tudást kérünk, hanem a játékosságot, kreativitást helyezzük előtérbe. A névadónkhoz hűen Lázár Ervinről ugye mindenki tudja, hogy a nyelvjátékosságának a mestere volt, és ezt próbáljuk meg mi is követni, ebben a szellemben készülnek a feladatok. Tényleg minden évben valami újat találunk ki, a társasjátéktól kezdve a szabadulószobán át már mindenféle volt, ami az élménypedagógiának a része lehet. És a másik célunk pedig, hogy általában Szekszárdhoz vagy Tolna megyéhez kötődő szerzőt választunk. Itt volt ugye első névadóként Lázár Ervin, aztán I.S. Gyula, Mészöly, Baka, tehát mindenféleképpen olyan költők, akik kötődnek a városunkhoz. És a másik pedig mindig azt nézzük, hogy ki az, aki évfordulós költő, és akkor így is szeretnék megemlékezni róla. Így azért bekerült már Adi például, vagy Pilinszky, akiknek ugye kevésbé volt közük Szekszárdhoz, de Petőfit azért Tolna megye kapcsán lehet említeni. Több intézmény is viseli ugye a nevét, illetve az életrajzból tudjuk, hogy kötődik ide, tehát a mostani év az mind a két célnak eleget tesz, és szeretnénk egy kicsit ezzel népszerűsíteni a várost, az iskolát, és ha ilyen sok helyről jönnek a csapatok, mert szinte az ország minden tájáról vannak most itt, akkor szervezünk nekik külön programot, például most a Babicsházba mennek a pedagógusok, mint ilyen kísérő rendezvény, és megismerik egy picit Szekszárdot, van, aki itt alszik már előtte, mert ugye nem tudna ideérni, akkor este van nekik kulturális program, tehát egy picit népszerűsíteni szeretnénk a megyeszékhelyünket, illetve az iskolánkat is ezzel.